Felment benne a pumpa, veri az ördög a feleségét. Sok jó kis helyen is elfér. Ilyen is hasonló, olykor megmosolyogtató, olykor megnevettető, esetenként igencsak pajzán, de mindenképp elgondolkodtató, főleg Temerinből és környékéről származó népi szólások, mondások találhatók Csorba Béla könyvében. Ennek ellenére a legnagyobb részük mindenki másnak ismerősen hangzik, mondta a könyvemutató moderátora, a Magyar Kanizsai Könyvtár megbízott igazgatója. Bár temerini szólások, mondások, közmondások, proverbiumok találhatók ebben a könyvben, nyilván, hogy a kanizsaiak is ráismernek ezekre. És hát, ha némi kis eltéréssel is, mi is ugyanígy használjuk ezeket az úgynevezett mondásokat, mert talán ez a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy mondások vannak ebben a könyvben. Apám se volt mégis fennáll előtte. Csorba Béla a temerini és környékbeli lakosoktól hallottakat gyűjtötte egy csokorba 3 évtizeden át. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak a specifikus és csak kizárólag temerinire vonatkozó anyagot tartalmazza. Ezt nagyon nehéz volna behatárolni, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az említett műfajok tulajdonképpen a folklór részei, és ugyanaz vonatkozik rájuk, mint akár a népdalakra, akár a népmesékre, akár más folklór műfajokra változatokban terjednek. A szótári rendbe rakott mondások az első ilyen jellegű kiadvány Vajdaságban, tudományos munkák és értekezések azonban már korábban is megjelentek.